Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Jézusnak egy különleges tanítását halljuk ma, de nekünk is szól, nem csak abban a korban. Kérjük a Szent Lelket, hogy értsük meg, és kövessük az ő tanítását. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Szent Lélek, Úristen, adj nekünk érzékeny szívet, hogy meghalljuk Jézus szavát, és teljes szívből kövessük is azt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Olvasom tehát a Lukács evangélium a 10. fejezet 13-tól a 16-os versig. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbe ment csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. De Tírusznak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig fogsz emelkedni? Az alvilágba süllyedsz. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kicsit talányos számunkra mindaz, ami idején le van írva. Vannak szavak, városok, amiknek számunkra nem nagy jelentősége van, de abban a korban annál inkább. Ez a két város, Betszaida, Korozain, olyan helyek voltak, ahol leginkább zsidók éltek. Tírusz és Szidon viszont leginkább pogányok által lakott település, város volt. Ezt bizonyos mértékig a zsidók le is nézték. És ez a harmadik zsidó lakta hely, Kafarnaum, pedig egészen különleges, mert itt lakott Péter. Számos csodát tett Jézus ezeken a helyeken, különösképpen Kafarnaumban. Emlékezzünk arra, hogy itt gyógyította meg Péter anyósát. Itt szabadított meg gonosztól a zsinagógában valakit. Másokat is megszabadított az ördögtől. Rengeteg embert meggyógyított. Látták Jézus csodáit, és mégis kételkedtek. A kételkedés, az elutasítás a probléma. Igazából mondhatni olyan, mintha a mi korunkról lenne szó. Hányan elutasítják ma is Jézust? Hányan elutasítják azokat, akik hirdetik Jézus nevét? Minket megerősít Jézus szava. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy akiket elküldött Jézus, azokon keresztül Jézus lehet hallani? Ez minket nagyon bátorít. Talán azáltal hallhatjuk az ő szavát az ő küldötteink keresztül, mert ők igazából Jézus tanítványai lettek. És ez a mi elhívásunk. Tanítványá lenni. Ez az első. Azáltal, hogy hallgatjuk Jézus szavát. Azáltal, hogy részt veszünk a liturgiában. Hogy imádkozunk, hogy ismerjük Isten igéjét, hogy életünkkel követjük Jézust. Ezáltal, hogy vele személyes kapcsolatunk van, tanítvánnyá leszünk, és egyre erősödünk a tanítványi létben, mint ahogy ezt az apostolok is megélték. De emellett van egy másik. A tanítványás lét mellett pedig az, hogy tanúságot kell tenni Jézus mellett. Az első tanítványá lenni, és a következmény tanúságot tenni. Egyik a másikra épül, és nem lehet őket összekeverni. Nem fordítva, először tanúságot teszek, utána leszek tanítvány. Már a kettő egymást mindenképpen erősíti. Mert miközben tanúságot teszünk, tapasztaljuk, hogy Isten mennyire segít. Igen, ebben a világban, amiben nagyon sokszor
elutasítanak bennünket, mert nem akarják hallani Jézusnak a szavát, nem akarják hallani, hogy ő mit tanított, hanem mennek a saját orruk után. Nekünk az az elhívásunk, hogy tanúságot tegyünk. Hogyha nekem jó Jézussal együtt lenni, arra vágyom, hogy a másiknak is legyen jó. Ha én látok, arra vágyok, hogy a másik is látóvá legyen. Ha nekem örömöt okoz Krisztus tanítványává lenni, arra vágyunk, hogy másoknak is az élete legyen öröm. Isten országát meghirdetni. Ez a méltóságunk. Merjünk tehát tanúságot tenni. Mikor? Hol? Kinek? A Szentlélek ad lehetőségeket. Nem kell külön egy fórumot találni ahhoz. Talán a postán, talán a szomszédnak, talán egy köszönésben, talán egy születésnapi megköszöntésben. Merjünk tanúságot tenni. És ez bátorít bennünket, hogy Jézus ezt mondja nekünk, aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket nem hallgat meg, engem utasít el. Hirdessük hát Isten örömhírét a Szentlélek segítségével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, sokszor azt látjuk, hogy sokan elutasítanak téged, sokan nem akarnak követni téged, és ez nekünk nagyon fáj, de tudjuk, hogy neked még jobban fáj. És köszönjük, hogy nem csak tanítvánnyá hívtál bennünket, hanem tanúságtevővé is. Kérünk, add meg, hogy azzal a tüzes lélekkel, ahogy az apostolok tanúságot tettek rólad, mi is bátran és erővel merjünk tanúságot tenni, és meghívni másokat, hogy legyenek ők is tanítványok. Mert Jézushoz tartozni jó. Jézushoz tartozni az élet. Jézushoz tartozni az örök élet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.